Csobádi Magdaléna nyugalmazott pedagógus, kultúraszervező, közművelő 1942-ben született, a ma nagyrőcei járásban található Harkácson. Tanulmányait az általános iskola után a 8 évet megélt rozsnyói pedagógiai iskolában végezte. 1960-ban került az Abaújtorna és Gömör határán megbúvó rozsnyói járásbeli kisfaluba, Jabloncára. Jó napot kívánok! Jó napot! Üdvözöllek benneteket! Köszönjük szépen! Tessék beérkezni! Köszönjük! Ez a kép akkor készült, amikor ide helyeztek, és azelőtt az iskola előtt, ahol naponta átmentem ezen a pallón. Emlékezetes felvétel, ahogy az albumban található osztály és tanári képek, a karácsonyi anyáknapi műsorokat, kirándulásokat, farsangi bálokat és összejöveteleket megörökítő fotók is. De becsesek a Csemadok helyi szervezete mellett működő, idén 50 éves Búzakalász hagyományőrző csoport fellépéseiről készült fényképek is. Nem tudom, milyen szép ez. Még itt leraktuk ezeket az üvegeket. Igen, még itt heten voltunk. Heten, igen. És itt a 6 évvel látszik az embereket, akik ugye néztek bennünket. Emlékszem erre a fellépésre, igen. Na, igen. És nagyon tapsoltak ott nekünk, jöttek is gratulálni, hogy milyen szép ruhánk van. A csoport viseletét Magdaléna készíti. Mai napig előszeretettel kézimunkázik, verseket ír, népdalokat gyűjt, koreografált színpadi előadásokat szerkeszt. Kézügyességét, kreativitását, a néphagyományhoz való kötődését, az emberek iránti szeretetét édesanyja, később tanárai fedezték fel és indították el a pedagógiai pályán. Édesanyám még azt is csinálta, hogy jött az újság, abban mindig kinyírkálta nekem a verseket. Tedd el, fiam, ez még jó lesz neked, majd meglátod, felhasználhatod még ezt. Mint hogyha ezt érezte volna, hogy már május 1-én versek nekem külön voltak írva, anyagnapjai versek, és én ebben már úgy beléltem magam. Olyan tanáraim vettek körül, akiktől valódi emberséget, szakmai képzettséget tanultam, sajátítottam el, ma is példaképen. Én szolgálnak nekem, de hogy én iskolába tanítottam a gyerekeket, én napról napra éreztem azt, hogy egyre közelebb kerülök az emberekhez, a gyerekeken keresztül, és megszerettem annyira az embereket. Meg talán ők is engem, hogy abban az időben nem volt olyan követelmény vagy kérelmem, amit nem teljesítettek volna. No és így én a gyerekekkel már kezdtem foglalkozni, nem csak a tanítás és órákon, hanem azokon kívül is, kulturális munkával, színdarabokat tanultunk, énekeltünk, táncoltunk. 12 évvel később, a helyi iskola megszűnése után Magdaléna szállomásra került, ahol 33 évig tanított. Egynégyes pedagógusként tulajdonképpen felnevelte a település és a szomszéd falvak gyermekeit. Nincs ember, aki már közvetlen vagy közvetve az én kezem alul nem került ki. Hogyha így a kultúrházban ünnepelünk, mindig mondom nekik, mert végignézek a sorokon, és őszfejeket látok, azt mondom, és azok már az én tanítványaim, hogy örülök, hogy veletek ünnepelhetek még én, aki hát már igazán megértem a 80. életévemet, és még mindig veletek lehetek. Mikor én befejeztem Almáson, hogy már eljövök onnan, két megrakott zsákkal hoztam haza segédeszközöket, mert én úgy el nem tudtam volna menni, hogy neked készítsek segédeszközt az órára. Azok, akiket tanítottam, biztos emlékeznek is rá. Igaza van, nagyanyónak? Hű a mindenét, de hogy elszaladt az idő? Én rámondó vagyok, hogy csak csináljátok tovább ezt a csigát. Az új két hajtás az én két gyerekem, az én drága lányom pedig, aki az én stafétabotomat átvette. Nekünk nagyon sokat kell harcolni itt a községbe azért, hogy a magyarság megmaradjon. Sokszor kapunk érte bizony csúnya szavakat is, de azt is le kell nyelni, és ő ez az ember, akiben én megtaláltam saját magamat. Magdaléna lánya Angéla viszi tovább a fákját,
Ő mutatja meg nekünk a sokat emlegetett épületet is. Jelenleg a kultúrház előtt állunk, amely abban az időben az iskolaként működött, amit anyu említett, ő ebben tanított, és jelenleg ez kultúrházként működik. Átlett azóta attól egy parakarommal építve, szépítve, és a mi helységünk pedig a mellette lévő épületben van, egy ilyen kis múzeummal kiegészítve, ott van a mi csemadok helységünk. Akkor ezt nézzük meg. Nézzük meg. Én ezt átvettem, ezt a stafétát valóban, mert ezt én úgy is mondhatom, hogy mintha az anyatejjel szívtam volna be a kultúra iránti szeretetemet, meg az embereket fantasztikusan szeretem. És én ezt gyerekkoromtól mindig is láttam, mert hozzánk jártak próbálni az asszonyok. Nekem ez olyan, mint egy második munka, de a munka az viszont, az a szó nem jó rá, mert ez nekem nagyon a szívem csücske, inkább úgy mondanám, a kultúra. Az egészségügyi nővérként dolgozó Angéla 2003-ban alapította újra a Csemadok Jabloncai Alapszervezetét. Édesanyjától kapta a magyar kultúra és közművelés iránti szeretetét. Rendezvényeiken nemzeti imánk mellett gyakran, szinte himnuszként csendül fel egy ének, a hitvallásuk. Magyarnak születni nem könnyű, én tudom. Elfutni előre azért én nem fogok. Nem fogok elfutni, szégyenkeznem sem kell, azért, hogy az Isten magyarnak teremtett.